A Pannon Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. Június 2-a Carmen és Anita napja van. 114 éve Szabadfalun megszületett Johnny Weissmuller, magyar származású amerikai olimpiai bajnok úszó filmszínész Tarzán alakítója. Most lássuk a nap kiemelt híreit először csak címszavakban. Török Kanizsán a vajdasági magyar közösség képzeletbeli szeme. Elindult a Durindó és Gyöngyös Bokréta Fesztivál. Több pénz jut idén a mezőgazdaságra és a népesedés politikára Vajdaságban. Véget ért a szabadkai nemzetközi és a regionális gazdasági vásár. Hivatalosan is elkezdődött a fürdőszezon a Pacséri tófürdőben. Isten hozta Önöket a Hársfák és a Kastélyok városában a vajdasági magyarság legnagyobb népzenei és hagyományápoló sereg szemléjén, mondta az 55. Gyöngyös Bokréta megnyitóján Újhely Nándor, a házigazda Török Kanizsa községi képviselő testületének elnöke. Egész nap ropták a táncot a tiszamenti kisváros Kastély parkjában. Összesereg lett vajdasági magyar néptánc csoportok. Idén Vajdaság egész területéről 34 tánccsoport érkezett, a sorrendben 55. Gyöngyös Bokrétára, Török Kanizsára. Pontban délben a helybeli Jován Jovánovics Máj általános iskolából indult el a település központján keresztül a díszfelvonulás, illetve a résztvevők menettánca, akik azután a Kastélyparkban felállított színpadra érkeztek. A néptáncosok Török Kanizsa főutcáján vonulva jutottak el a Gyöngyös Bokréta helyszínére. Ezt követően Sóti János török-kanizsai plébános megáldotta a seregszemle résztvevőit és lobogóját. A fiú és a szentlélek. Sokkal hevesebben dobogott most a török-kanizsai magyarság szíve, hangsúlyozta a megnyitó alkalmával Újhely Nándor. A községi képviselő testület elnöke kiemelte, felemelő és megható pillanatok ezek, amikor azt látni, hogy ez a gyönyörű helyszín így megtelt. Be van népesülve olyan emberekkel, akik nap mint nap azért dolgoznak, hogy meg tudják vigyázni azt, amit az elődöktől kaptak. Mert a hagyományápolás, ezen belül is a néptánc, a nemzet megmaradása szempontjából különösen fontos, tette hozzá. A megnyitó ünnepséget követően benépesült a színpad. Egymás után léptek fel a Vajdasági Magyar Művelődési Egyesületek néptáncosai. Közben kézműves kirakodóvásár is várta a látogatókat. Tavaly őszóta folytak a szervezési előkészületek. A vajdasági magyarok szempontjából nyilvánvaló a szám, hogy 55. Gyöngyös Bokréta mutatja, hogy mekkora jelentősége van. Török-kanizsai magyarok szempontjából pedig, akik minden évben részt veszünk a Gyöngyös Bokrétán, külön jelentősége bír a mai nap, mivel itt zajlik nálunk először Török-kanizsán, tehát eddig még nem lett itt megrendezve. Egy csodája a délvidéki magyarságnak a fesztivál, ezt már Dudás Károly mondta. A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség tiszteletbeli elnöke elismerését fejezte ki az idei Gyöngyös Bokréta és Durindó szervezőinek. Nekem Török Kanizsa nagyon kedves városom, és le a kalappal, tehát nyilvánvaló most a elsősorban a szervezőket kell dicsérni, de hadd dicsérjem meg az utódamat, Sutus Áront és az új fesztiváltanácsot. Én azt hiszem nagyon jó, szakmai szempontból nagyon jó megoldás volt az, hogy előre hozták a Gyöngyös Bokrétát, hiszen ünnepélyes felvonulás, megáldás a fesztiválnak, és aztán elindul. A szervezők és a látogatók egyetértettek abban, évről évre színvonalasabb a rendezvény, és egyre több a tehetséges fiatal néptáncos. Ezt a Gyöngyös Bokréta a szombat délutáni programja is bizonyította. Ez volt tehát napközben Török Kanizsán, most lássuk, mivel folytatódik a Durindó és Gyöngyös Bokréta rendezvény sorozata az este további részében. Kapcsolunk a helyszínre Mészáros Györgyhöz. Szervusz, milyen a hangulat, mivel folytatódik a rendezvény?
Köszöntöm a nézőket, remélem, hogy halljuk egymást innen Törökkanizsáról. Hát fantasztikus, fergeteges a hangulat ebben a pillanatban. Mögöttem itt a Kastélypark nagy színpadán a Magyar Csernyei Ady Endre Művelődési Egyesület néptánc csoportja lép fel, kísér a fokos zenekar, és délalföldi táncokat adnak elő. Ami nagyon fontos, hogy ugye nagyon-nagyon meleg van, de viszont nem csak a meleg miatt folyik az emberekről a víz, hanem szinte már az apraja nagyja nézőknek kitáncolta a lelkét, és a java még gyakorlatilag hátra van. Az egész délután folyamán itt egymást váltották a színpadon a jobbnál jobb néptánc csoportok, és igenis van utánpótlása a vajdasági magyar néptáncnak. Fergeteges az, amit itt valóban láthat a közönség, a zsűri, illetve mindenki, aki eljött a délvidék legnagyobb magyar szemlére, ami a néptáncot, illetve a népzenét illeti. 34 csoport vesz részt ezen az idei Gyöngyösbokréta fesztiválon. Amit még tudni kell, hogy az este folyamán szervezetten nagyon jó programok várják még az ide látogatókat is, ugyanis este 9 órától például itt a Kastélypark nagy színpadán a Zagyva Band koncertjére kerül sor, de közreműködik még majd Fundák Kaszai Lili és Fundák Kristóf a Fölszállotta Páva győztes táncos szólistái, valamint Kádár Kata és Darabos Péter a Magyar Állami Népi Együttes szólistái. Aztán pedig este 10:30-tól jön az igazi csemege mindazok számára, akik kitartóak és egy jó kis afterparty hívei. Nos, azok számára a Jován Jovanovic Zmáj általános iskola udvarában hajnalig tartó táncház lesz a fokos zenekarral, illetve a Zagyva bandával. Gyakorlatilag amikor ennek hajnalban vége lesz, akkor már le sem kell feküdni, hiszen vasárnap a mai néptánc után már a népzenéjé és a magyar nótái, a magyar daloké lesz a főszerep, ugyanis holnap kezdődik, vasárnap kerül sor a 42. Durindó Népdal Fesztiválra. Nem kevesebb, mint csaknem 120 előadó, pontosabban népzenei, népdal csoport, kórus vesz majd részt a holnapi programban. Tehát aki csak teheti, nagyon szép az idő, jöjjön el ide Törökkanizsára, szeretettel várnak mindenkit, a hangulat igazán a tetőfokára hágott. Mészáros Györgynek köszönjük szépen! A fesztivál már tegnap este megkezdődött egyébként a 0. nappal. A Törökkanizsa népzenei Hagyatéka című lemez bemutatóját tartották. A Sós Törköly Erzsébet által gyűjtött dalok mintegy 13 órás anyagot tesznek ki. Ezekből állt össze a lemez. A gyűjtemény 2014-ben került Kesszig Ákosig birtokába. Akkor egy koncertet tartottak, most pedig egy lemezválogatást adtak ki belőle. Igyekeztünk úgy kiválogatni az elhangzó dallamokat, az elhangzó dalokat, illetve az összeállításokat, hogy az a legteljesebb formába tudja bemutatni ennek az anyagnak, ennek a 13 anyagnak a sajátosságait. A lemez megjelenését a Durindó és a Gyöngyösbokréta rendezvényeire időzítették. Azért fontos, hogy mindenkivel tudassuk, tehát nyilvánossá tegyük, hogy van mire építkeznünk, tehát van múltunk, ami a népdal éneklést, a népzenét illeti. A lemezbemutatón fellépő Óbecsei Fokos zenekar tagja úgy véli, hogy a lemez megjelenése megmenti az egykori törökkanizsai magyar népzenét a jelen és a jövő generációinak. Nyilván az a legfontosabb, hogy ez most ezáltal fönn tud maradni, illetve egy kicsit szélesebb ismerettséget kap, mint amit eddig kapott, és úgy gondolom, hogy ez mindenképpen kijár neki. A színházteremben megtartott lemezbemutatón a Fokos zenekar mellett közreműködött Szabó Anna Ária, Boldizsár Csaba és a helybeli Tiszagyöngye Művelődési Egyesület asszonykórusa, valamint Resóczki Roland és Vázsonyi Csilla néptáncosok. Torockói már 5. alkalommal ad otthont a Duna Napnak, a Duna Média Szolgáltató nagyszabású kulturális fesztiváljának. Erdély egyik legszebb fekvésű települése színes és sokszínű programokkal várja az érdeklődőket.
5 éve a Duna Televízió vezetése megvásárolt és felújított egy műemléképületet, egy kulturális központot létrehozva, amely segíti a magyar identitás megőrzését, az anyanyelv és kultúra ápolását, mondta Medvecki Balázs, a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT televíziós média szolgáltatási igazgatója. Az 5. jubileumi Dunanap egyik fénypontja az esti összetartozás koncert lesz. Keresztes Ildikó, Viki Dágyula és Varga Miklós saját, illetve pályatársaik repertoárjából válogatnak olyan dalokat, amelyek nemzeti értékeinkről szólnak. Utána Edda koncert, majd tűzijáték zárja az estét. Nincs elég hely a legidősebb személyek állami otthonokba való elhelyezésére, ezért az állam támogatni fogja a magántulajdonú otthonokban történő ellátást. Ezt Zoran Gyordjevic, szociálpolitikai miniszter mondta a szerbiai RTV híradójában. A magánotthonok kapacitásai nincsenek teljes mértékben kihasználva, ezért úgy gondolták a tárcánál, hogy pályázatot hirdetnek, és a nyertes tanúsítvánnyal rendelkező otthonokkal szerződést kötnek. Az időseket annyi pénzzel támogatják az elhelyezésnél, amennyivel az állami intézményekben lévőket. A fennmaradó részt az elhelyezett állja, ha van valamilyen bevétele. Amennyiben nincs, a magánotthon költségeinek teljes összegét fedezi az állam. Több pénz jut idén a mezőgazdaságra és a népesedés politikára Vajdaságban. A tartományi kormány tegnapi ülésén elfogadta a 2018. évi költségvetés újraelosztását, amelynek értelmében a keret a tervezett 68 milliárd dinárról 73 milliárdra nő. 6,4 milliárd dináros hiánnyal. A pótköltségvetés által nő a mezőgazdaságra és a vízgazdálkodásra, az egészség és szociális védelemre, a népesedés politikára és a kulturális örökség védelmére fordított eszközök összege. Kevesebb mint 2 év alatt a költségvetés 11 milliárd dinárral, vagyis közel 20%-kal nőtt. Ma hivatalosan is átadták a forgalomnak Óbecsén a felújított Doszidei utcát. Az 56 millió dináros beruházással nem csak szebb és biztonságosabb lett az utca, de a föld alatti elavult és szivárgó vezetékeket is kicserélték. Tavaly október óta először lehetett járművel is közlekedni az Óbecse központjában található Doszidei utcában, ugyanis hivatalosan átadták azt a forgalomnak. Karácsonyi Erzsébet robogóval próbálta ki a felújított szakaszt. Nagyon jó élmény, csak az a baj, hogy nem kétirányú. Ez az egy kifogás, de különben gyönyörű, szép, hát még hiányoznak a fák. A kivitelezéssel azért csúszott a vállalkozó, mert a régi útburkolat eltávolítása után a szakemberek úgy döntöttek, hogy felújítják a föld alatt lévő meghibásodott vezetékeket is. Most az utca végén lévő csillagtér átépítése következik. Raskrstiti se tu je isto bezbrižna sredstva 25 miliona plus 8 miliona opština Bečej i ova instalacije toplovod i vodovod koji ćemo raditi uz krov u sportskom centru Đorđe Predin Badža koji otprilike očekujemo da raspišemo javnu nabavku narednih nedelju dana. A Doszidei utca teljes felújítását a tartományi nagyberuházási igazgatóság finanszírozta mintegy 39 millió dinárból, és az említett két új építkezésre is innen érkezik a pénz nagy része. Tu smo već negde na nivou od 550 miliona dinara zajedničkih investicija, dakle od početka ove godine ugovoreno novih investicija 150 miliona dinara. A Doszidei utca új aszfaltburkolatot, térköves járdákat és korszerű közvilágítást kapott, valamint 44 fizetős parkolóhelyet is kialakítottak. A felújítás ősszel a fásítással és füvesítéssel ér majd véget. A leszkováci Trevolesk párlatkészítő üzem vihette haza a szabadkai nemzetközi és regionális gazdasági vásár legmagasabb elismerését. A szerencsés látogatók értékes csomagot kaphattak. Idén több mint 180 kiállító mutatkozott be a kiállításon. A rendezvény zárónapja is számos érdeklődőt vonzott. Készül a díszes minta. A Halasi csipke 1902-es megjelenése óta a magyar népművészet kiemelt gyöngyszeme.
A Halasi Csipke Alapítvány évről évre visszatérő vendége a Szabadkai Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásárnak. Nagyon sok kapcsolatot tudunk ápolni a délvidékiekkel. Sokan megkerestek bennünket, akik már foglalkoztak más jellegű csipkékkel, és akik még ezután szeretnék megtanulni. Maga a csipkét, azt ugye már akik már itt vannak a több éven, azok ismerik. Nagy Becskerek is képviseltette magát. A város a színes rendezvényeit, idegenforgalmi kínálatát népszerűsítette. A sörnapokkal, a fúvószenekarok találkozójával és a további programokkal minden évben számos látogatót csábítanak a térségbe. Oni su vrlo zadovoljni, doći će nam u goste, imamo puno manifestacija, Zrenjanin je jedno lepo turističko mesto i očekujemo sve da dođu ove godine što većem broju. Idén 7 országból 182 kiállító érkezett a gazdasági vásárra. Olaszország is képviseltette magát. A szervezők elmondták, hogy fontos megállapodásokat is kötöttek a felek. Bilo je nekoliko sporazuma, vrlo važnih i za naše stanovništvo, kao što je recimo uspostavljanje autobuske linije između Subotice i Osijeka, recimo, koje do sada nije. A záróünnepségen kiosztották a nemzetközi és regionális gazdasági vásár elismeréseit. Az első díjat a leszkováci Krivulesk párlatkészítő üzem vihette haza, majd kiosztották a támogatók által biztosított ajándékcsomagokat és egyéb nyereményeket. A juhászok és mezőgazdászok találkozóját tartották a Magyar Kanizsai Vásártéren. A Kapitány Réti Juhászok Egyesülete 7. alkalommal szervezte meg a kézi birkanyírásból és birkapörkölt főzésből álló és sok más érdekes programmal tarkított rendezvényt most először nem az Ilona Falvi egykori focipályán, hanem a Magyar Kanizsai Vásártéren. A szépen rendezett vásártéren több mint 50 bográcsban rotyogott az étel, a szervezők a látogatókat is finom falatokkal és hűs italokkal várták. Kálmán József ilonafalusi jútenyésztő ezúttal a bogrács körül szorgoskodott. Legelsőbb só, bors, hagyma, vörös hagyma mondjuk, kis erős paprika, és akkor így főzögessük. A birkanyíró verseny előtt a kelebiai kaszacsongor tartott látványos bemutatót másfél éves angol border collie terelő kutyájával. Ők híresek arról, hogy nagyon könnyen taníthatóak és intelligensek, úgyhogy szép fokozatosan kell hozzászoktatni a birkához, és az alapösztönöket kihasználva kell megtanítani azokra a mozgásokra, amit a birkaőrzés közben vagy terelés közben nekünk szükségünk van. A kézi birkanyírásra 7-en jelentkeztek, közöttük 2 hölgy is. Az első 2 birkát leggyorsabban a felsőhegyi Üveges Lajos nyírta meg, aki már 4 évtizede foglalkozik ezzel. Hát tudni tudok nyírni géppel is, de az az igazság, hogy nincsen gépem, most így én géppel nem. Habár nyírtam már, volt, ahol próbáltam, de én nekem a kézi az jobban bejön. A juhász találkozót egyre több előírás köti bizonyos feltételekhez, ezért is kellett beköltöztetni a Magyar Kanizsai Vásártérre, pedig a jútenyésztés fellegvára éppen Ilona faluban van. Egyre többen vágnak bele, mert tudjuk, hogy ez az agrár ágazat, ez mindenbe haldoklik. És akkor most elhúzták a mézes madzagot előttünk, ez a 7000 dináros támogatást az állam, még a 2000 dinára a vágóbárára, de már az is egyre akadozik. Ettől függetlenül a fiatal gazdálkodók is kezdenek átállni a jútenyésztésre, és amíg lesz juh, akkor talán lesznek a mostanihoz hasonló juhász találkozók is. Donald Trump amerikai elnök tegnap bejelentette, hogy június 12-én Szingapúrban megtartják a tervezett amerikai-észak-koreai csúcstalálkozót. Az elnök előtte csaknem 1 órán keresztül folytatott megbeszélést a Fehérházban Kim Jong-chollal, az észak-koreai állampárt központi bizottságának alelnökével, akit Kim Jong-un jobbkezeként tartanak számon. Az elnök kikísérve a pyongyangi tisztségviselőt újságírókkal közölte a megbeszélés egyenes részleteit. Trump elmondta, hogy Kim Jong-chol átadta neki Kim Jong-un levelét, amelyet nagyon kedves, nagyon érdekes levélnek minősített. Mint mondta, Pyongyang akarja az atomfegyvermentesítést, de a júniusi csúcs találkozó valószínűleg csak az első lesz az erről szóló találkozók sorában.
A közel három hónapig tartó politikai válság után letette a hivatali esküt Giuseppe Conte, olasz miniszterelnök, aki az euroszkeptikus Ötcsillag mozgalom és a jobboldali Liga koalíciós kormányát vezeti. Ez lesz Olaszország 65. kormánya a II. Világháború óta. Ez az első alkalom, hogy az Európai Unióban két olyan populista erő kerül kormányra, amely nyíltan bírálja a brüsszeli politikát. Két újnak számító olasz pártról van szó, amelyek a változás kormányát ígérték az olaszoknak a pénzügyi politikától a migrációig. Átalakult a macedón kormány, négy miniszter és több miniszterhelyettes, illetve államtitkár leváltásáról tegnap késő este döntött a szkópjei törvényhozás. A kormánykoalícióhoz két kisebbségi albán párt csatlakozott, így az albánok demokratikus pártjának két képviselőjével, valamint a Besza nevű mozgalom öt képviselőjével növekedett a koalíció parlamenti képviselőinek a száma. A kabinet átalakítását a kormánytért bírálatok indokolták, de az albán pártok a bejelentések szerint inkább a várható reformintézkedések, a Görögországgal fennálló névvita rendezése, valamint az euróatlanti integráció felgyorsítása érdekében álltak a kormány főpártja mellé. Nézzük, mivel foglalkozunk még a híradó folytatásában. Trópusi napok várnak ránk júniusban, ez derült ki a hosszabb távú időjárás előrejelzésekből. Anyanyelvből írtak ma felvételit a jelentkezők a Szabadkai Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnáziumban. Hivatalosan is elkezdődött a fürdőszezon a Pacséri tófürdőben. Már május folyamán is többen bemerészkedtek a 24-25 fokos vízbe, de mostanra már 29 fokos hőmérsékletű rózsaszín gyógyvízben lubickolhatnak a helyiek és a turisták. A tavaly megnyílt fedett résznek köszönhetően pedig nem kell tartani a szeszélyes nyári időjárástól sem. A Pacséri tófürdő sokakat vonz egész Vajdaságból, Szabadkáról is érkezett egy nagyobb társaság. Jó, nagyon jó. Most nagyon szuper. Tavaly is sűrűn voltunk, most először vagyunk az idén, de reméljük, hogy még jövünk. A tósós vize gyógyhatásáról is ismert, bőrbetegségekre, sérülésekre, izomhúzódásokra van jó hatással. Voltak fájdalmaim a térdemben, stb., és akkor elkezdtünk járni, de így... és így észrevettem, hogy jobb. És szóval ott kezdődött, tavaly kezdődött ez az egész el, hogy többször eljöttünk, és megtetszett különben az egész környék is, meg nyugalom van. A jó idő ellenére a fedett medencék továbbra is népszerűek a gyógyulni vágyók körében. Bent folyamatosan 33-4 fokos vizet tudunk tartani, ott védve vagyunk az esőtől is, mindentől, tehát széltől is, úgyhogy ki lehet használni az egész nyarat. Úgy gondolom, hogy ez lényegesen meg fogja javítani az itt látogatóknak a számát, hiszen ha valaki Újvidékre eljön Pacsérra, nem kell attól félni, hogy nézi az eget, hogy jön felhő, nem jön felhő, hiszen egy kicsit hűvösebb van, bejön a benti medencébe, ha egy kicsit úszni vágyik, vagy valamikor pedig kijön a kinti 2000 négyzetméterre és élvezheti a napsütést. A tófürdőben finom falatok, napágyak, padok teszik kellemessé a pihenést, a fürdő 10 órától 19 óráig tart nyitva. A jegyárakon nem változtattak, felnőtteknek 300, gyerekeknek 200 dinár a belépő. Trópusi napok várnak ránk júniusban. Ez derült ki a hosszabb távú előrejelzésekből. Ebben a hónapban legalább 12 olyan nap lesz, amikor rekkenő hőség vár ránk. Ez azt jelenti, hogy 30 foknál melegebb időben lesz részünk. Júniusban arra számítanak, hogy az átlagosnál 2 fokkal lesz magasabb a középhőmérséklet. Emellett az eddigi júniusok átlagához képest kevesebb csapadék hullik majd az egész ország területén. Lesz ugyan eső, de csak elszórtan helyi szinten. Egy hónap alatt csupán 7-10 napon fordulhat elő csapadék. A hosszú távú előrejelzések után lássuk a rövid távú jóslatokat. Záporos és zivataros, valamint napos időszakok váltakoznak az elkövetkező napokban Vajdaság szerte. Egészen a jövő hét közepéig számottevő csapadékmennyiség hullhat térségünkben. Ennek ellenére a hőmérséklet végig 30 fok körül alakul. Rendkívül párás időre figyelmeztetnek a meteorológusok. A zivatarokat akár erős szél és villámlás is kísérheti.
egyes helyeken jég is előfordulhat. Az esősebb időjárás jövő hét csütörtökig kitart, majd szárazabb időszak következik térségünkben. Az idei tavasz a harmadik legmelegebb volt Magyarországon, derült ki a Magyar Országos Meteorológiai Szolgálat elemzéséből. A kontinens időjárását áttekintve azt írták, hogy Európában 1979 óta mostani volt a legmelegebb. A hőmérséklet az idén átlagosan 2,4 fokkal múlta felül az 1981-2010-es áprilisi átlagot. Németországban 1881, Ausztriában pedig 1800 óta nem mértek az ideihez hasonló magas hőmérsékleteket. Kitértek arra, hogy nem csak Európában, hanem Ausztráliában is rekord közeli, a második legmelegebb volt az idei április. Pakisztánban pedig 50 fok fölötti értékeket mértek, ami valószínűleg a valaha eddig mért legmagasabb hőmérséklet áprilisban, tették hozzá. Anyanyelvből írtak ma felvételit a potenciális diákok a Szabadkai Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnáziumban. Holnap angol vagy német nyelvből vizsgázik az 53 jelentkező. A felvételi eredményei június 9-től lesznek nyilvánossak, és addig fellebezési lehetőségük is van a diákoknak. Sikertelen vizsga esetén még lesz idő más iskolába beiratkozni. A 15 éves Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium sikerének kulcsa a diákközpontúság, a színvonalas oktatás, a kreativitásra való összpontosítás. Kovács Anita is ezért jelentkezett ide, és várta a 10 órakor kezdődő vizsgát. Azért szeretnék ide bejutni, mivel ez remek alapot ad az egyetemi tanuláshoz. A gimnázium tavaszi felvételi előkészítő óráira járt Birkás Norbert. A szaktanárok alaposan felkészítették őket, felhívva figyelmüket a buktatókra. Nem kell ezen annyira izgulni, mert eddig sokan bejutottak már a Kosztolányiba. Szerintem menni fog. Minich Dobó Margit, német nyelv és irodalom tanár felügyelte a felvételit anyanyelvből. Vasárnap a választott idegennyelvű teszteket fogják kitölteni a diákok. A felvételi teszten típus feladatok vannak, tehát vannak, ahol ABC közül kell kiválasztani a három közül kell kiválasztani a megfelelő választ, van, ahol kapnak, nem tudom én, 20 különféle szót, és akkor egy szövegbe a szavakat meg kell találni a helyüket, és természetesen nyelvtanilag a megfelelő, a korrekt formában beírni a szövegbe az adott szót. Illetve a német felvételi teszten szokott lenni egy kisebb fogalmazás is. Zárt borítékokban érkeztek már csütörtökön az Oktatási Minisztérium tesztkérdései. A felvételizők előtt bontották ki őket. Nem szoktak könnyű tesztek lenni, megjegyzem sajnos, de semmi gond, nem az a cél senkinek, nem kell, hogy az legyen a célja, hogy egy hibátlan tesztet írjon, tehát lényegében, ha 50%-át jó kitölti a tesztnek, az a belépő, tehát akkor már letette a felvételi vizsgát. Tehát mind a két teszten, úgy anyanyelvből, mint idegen nyelvből, mind a kettőn, tehát 50-50%-ot kell, hogy elérjen minimum. A gimnáziumban angol és német-angol vegyes osztályt nyitnak a következő tanévben, 24-24 fővel. Zenetánc, arcfestés, kézműves foglalkozások. Gyermeknapot szervezett ma a Szabadka főterén a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Hallgatói Önkormányzata. A gyerekek elsajátíthatták az első segélynyújtás alapjait, valamint játszva tanulhattak angolul és németül is. A 9. alkalommal megszervezett eseményen minden arra járó kisgyerekes család részt vehetett. Az arcfestők asztala volt a legnépszerűbb a gyerekek körében. Lara pillangó szeretett volna lenni, mert mint mondta, az az álma, hogy repüljön egyszer. Azért, hogy fő tudja menni a levegőbe, hogy megnézzem a felhőket, élőben meg a napot. A 4,5 éves János gepárdá szerette változni, és ahogyan mondta, 115-tel futni. A varázspálca az arcfestés, és már is mehet vadászni. Oroszlánokat, orszarvukat is, és embereket. A
szabadkai főtér fáinak lombjai alatt a magyar tannyelvű tanítóképző kar hallgatói és tanárai foglalkoztatták a kicsiket. 10 bázissal kedveskedtünk a gyermekeknek, ugye matematikai bázisok vannak, zenés, népműves bázisaink, táncos bázisaink, tudós bázisunk is van, és ugye a legközkedveltebb az arcfestés bázisunk is jelen van idén is, úgyhogy úgy gondoljuk, hogy reméljük, hogy jó lesz és jól fogják magukat érezni a gyerekek a mai napon. Az eseményt már 9. éve szervezték meg a kicsik nagy örömére. A program a Tartományi Felső Oktatási Titkárság támogatásával valósult meg. 8. alkalommal szervezte meg a Szabadkai Nemzetközi Oldtimer Klub a Nemzetközi Veterán Járművek kiállítását Györgyénben. Az eseményen több mint 40 régi járművet mutattak be. Többségében 50, 60, 70 éves autók sorakoztak szombaton délelőtt Györgyénben. Itt rendezték meg a Nemzetközi Oldtimer találkozót. Az autók kivétel nélkül mind vezethető állapotban vannak. Ez az autó ez egy francia gyártmányú kis teherautónak használták, de többféle verziója volt. Kemping, buszkivitel, minden szabadidőautó. Ez most éppen egy szabadidő verzió. Látom, hogy rendszámtáblával rendelkezik az autó. Ezek szerint rendszeresen forgalomban is használja? Persze, ez ilyenkor nyáron napi használatban megyünk vele. Túrákra, találkozókra. A találkozó legidősebb járműve, ez az 1922-ből származó autó. Legfőbb jellemzője a fakerék, és hogy akkor még csak a hátsó kerekek voltak fékezhetőek. Az autó tulajdonosa a magyarországi Adamko Rudolf. Már gyermekkora óta valóságos megszállottja a régi járműveknek. Én gépészmérnök vagyok, az édesapám is az volt, és benne egy régi felvételünk több is természetesen. Mikor én nagyon kicsi gyerek voltam, ilyen 2-3 éves lehettem, az édesapámnak akkor motorkerékpárja volt, BMW-jé voltak, és már akkor ilyen 2-3 évesen a benzin szag illat megcsapott, és egy kis kulcssal hadonászokott egy ilyen régi fekete-fehér felvételen. A régi autók a környező országokból, Ausztriából és Magyarországról érkeztek a találkozóra. Szóval ove godine imamo nekih 45 automobila sa oko 80 učesnika iz svih zemalja u okruženju. Stvarno imamo iz svih zemalja iz okruženja. Aki esetleg lemaradt a szombati györgyéni és szabadkai bemutatóról, még vasárnap is megtekintheti a járműveket Palicson, a Vigadó épületénél délelőtt 10-től 13 óráig. A horvátok elleni barátságos mérkőzésen léphet ismét pályára a brazil válogatottban a hosszú sérülésből felépülő Neymar. A brazil csapat ásza februári lábtörését követően hónapokon keresztül nem játszott, így egy darabig az is kérdéses volt, hogy ott lehet-e az oroszországi világbajnokságon, amelyen a brazil csapat egyébként egy csoportban szerepel Szerbiával. A horvát együttes elleni mérkőzés valószínűleg a hasonló játékstílust képviselő szerbek elleni felkészülést szolgálja. A brazil-horvát meccset a világbajnokság rajtja előtt 5 nappal, június 10-én játsszák Liverpoolban. 10 millió eurós prémiumot kap a szerb labdarúgó válogatott, amennyiben megnyeri az oroszországi világbajnokságot, nyilatkozta Alekszandar Vučić. A szerb államfő az ezüstéremért is bőséges jutalmat ígért, a csapat ebben az esetben 5 millió eurót kapna. A reálisabb eredményhez tartozó csoportból való továbbjutásért 500 000 euró illetné meg a szerb válogatottat. Vučić szerint a szerb együttes sokkal jobb eredményt fog elérni az oroszországi VB-n, mint amit a közvélemény és a szakértők jósolnak. A szerb csapata a csoportban biztosan legyőzi majd Svájcot, tette hozzá a szerb államfő. Eddig tartott a híradó. A nap kiemelt hírei jönnek még egyszer címszavakban. Török Kanizsán a vajdasági magyar közösség képzeletbeli szeme. Elindult a Durindó és Gyöngyös Bokréta Fesztivál. Több pénz jut idén a mezőgazdaságra és a népesedés politikára vajdaságban. Véget ért a szabadkai nemzetközi és a regionális gazdasági vásár. Hivatalosan is elkezdődött a fürdőszezon a Pacséri tófürdőben.
Köszönöm a figyelmüket, kattintsanak a panonrtv.com-ra, ugyanis ott még több friss hírt és információt olvashatnak, és a riportjainkat is visszanézhetik. Tartsanak velünk a továbbiakban is, ugyanis rögtön kezdődik a tenyerünkön a világ, majd pedig elfeledett népek és kalamár is. Lesz természetvédelem határok nélkül, és mesél a Pannon is. A 20 órai híradót követően Kincses ládánk következő részét láthatják Veprődről. Holnap a Pannon Rádióban zenei válogatással és óránkénti hírösszefoglalókkal várjuk Önöket, míg a Szabadkai Magyar Rádióban lesz Agrárvilág, Csendül a Nóta és Kívánság műsor is. Tartsanak velünk, szép estét, a viszontlátásra!